Kolozsvári Protestáns Teológián Kriszáros lelkészmondó operát szerezte, és három évig a székelyvizsgai Vikáros Egyházmiség lelkésze volt. 1979-ben abbahagytam lelkészi pályámat, és ezért vállaltam, hogy teológiai ösztöndíjamat visszafizetem. Ezt a kötelezvényt a következő három esztendőben teljesítettem. 1982 és 86 között a Kolozsvári Bátorsági Egyetem bölcsészkarán a magyar angol szakon tanultam, közben 85-ben megnősültem, és 87-ben Iker kislányaim születtek. Két évig Jalomisza megyei angol tanári, és újabb két évig Maros megyei magyar tanári munka után 1990 nyarán családommal felköltöztem Kolozsvárra, ahol szerkesztőségi munkát vállaltam. A Falvak Népe című hetilap közművelődési és egyházi rovatának voltam az egyik írója és szerkesztője, és ebben a minőségemben több cikket közöltem a Tordai országgyűlésről, 1968-ban nyilvánvalóan. Ezért írtam Dárd Ferencről, Bölgyi Farkas Sándorról, Kriza Jánosról, Balázs Ferencről, egyház ünnepeinkről, és egyház községei egyik részéből is. 1992 őszétől a Bábesgolya Egyetem bölcsészkarán dolgozom a magyar nyelvészeti tanszéken. Az 1990-es évek elején beválasztottam a Főtárs Egyház főtanácsára. Ezzel párhuzamosan az egyház vezetősége felkült arra is, hogy vegyek részt a Kolozsvári és a Keresztúri Unitárius Iskola újraindítását kezeljező testületben, és néhány évig előkészítő munka után a két középiskola, amit ezt mindannyian tudjuk, 93 őszén megkezdte a működését. Itt meg akarom jelzi azt is, hogy az újraindulás után a Kolozsvári kollégiumban elvállaltam az angol nyelvnek a tanítását, és ezt a munkát két évig végeztem, óraadó két az egyetemi tanári munkák mellett. 2002-ben a követő zsinaton megválasztottak egyházunk egyik főgondokának. A következőkben nagyon röviden főgondoki munkámból szeretnék beszámolni. Ez a tevékenység részben az egyház belső életével kapcsolatos, részben pedig a külkapcsolatokat alakozik, másfelől egyrészt a lelki szellemi szféra, illetve a gazdasági szféra szerint tagolható. Itt megjegyzem, hogy én nem vagyok gazdasági szakember, amint ez még kitűnt akkor, hogy milyen iskolát végeztem, viszont az egyház vagyonát és vagyonkezelését illetően határozott álláspontunk van, és ezt az adott keretek között eddig is tisztességesen képviselem. Egyházunk külső kapcsolatai a testvéri felekezetekhez, az állami adminisztrációhoz, a politikai érdekképviseletekhez, a nemzetközi egyházi vallásos és világi szervezetekhez való viszonyunk szerint elevezhető. Ezekben a kapcsolatokban két kérdésben nem értettem egyet lelkészeim egy részében. Ezekre most nem térek ki, mert ez most félreértés szülne, én viszont az elmúlt napjaim során is a megértést kerestem, és arra tettem kísérletet, hogy minél kevesebb félreértést okozzak, vagy ha valaki félreértett engem, vagy valaki mást, megpróbáltam ezt tisztességesen feloldani. Minden ténykedésemben arra törekedtem, hogy az unitárius vallást és egyházunkat rokonszenvessé tegyen. 2003-ban az unitárius közlönyben megjelent főgondoki bemutatkozásomban azt mondtam, hogy az unitárius jelenlétet szeretném erősíteni minden külső és belső kapcsolatunkban. Rövidesen azonban rájöttem, hogy nem elég az egyszerű jelenlét, hanem hiteles és rokonszenves jelenlétre van szükség. Azt, hogy ez mit jelent egyházban a nézve, most nem tagadhatom. Ami viszont engem illetve elmondom, hogy én senki sem tekintettem sem ellenfelemnek, sem ellenségemnek. Nem csak a velem egyetértőkben, hanem a másképpen gondolkodókban. Sőt, a hozzám ellenségesen viszonyulókban is beszédpartnert és lehetséges munkatársat láttam egyházunk és ebben a közösségeink építésében.
Ebben a szellemben vettem részt az elmúlt adig minden olyan tevékenységében, amelyhez az egyház igénybe vette képességeimet, és amelyre egyetemi munkám mellett időt szállhattam. Nem talakodtam és nem voltam kizárólagos. Nem kerestem a magam hasznát, és nem értem vissza a rámosztott megbízatással. Nem akartam senkire sem rákényszeríteni a magam igazát, mert már régóta felismertem, hogy nem csak az világ, hanem az igazság születése is folyamatban van. Végül röviden arra is szeretnék beszélni, hogy mit szeretnék tenni főgondnokként, ha újra változtatom. Belső tenni vagyok. Az elnöki ülések előkészítésre való részvétel. Itt megjegyzem közbeszólásként, mindannyian tudjuk ugyan, hogy az egyházi főtanács az egyházban a törvényhozó testülete, az egyházi képviselő tanács az egyháznak a végrehajtó testülete. Az elnökség az a szervezet, öt tagból áll, amelyik az legáltalános ülések között irányítja az egyházat, dönt és javaslatokat hoz, és ezeket az legáltalános elvei terjesztik. Tehát akkor az elnökségből indulok most ki, és még egyszer megismételem, hogy szeretném részt venni az elnökség ülések előkészítésében. Fontosnak tartom az elnökség ülésekről való gyors tájékoztatás. Erről szeretném segíteni pár az egyházi kommunikáció, ami azt jelenti, hogy ülésekről rövid összegzést készíteni, és akár elektronos úton, akár más formában közölni az legáltalánossággal, a főtanács tagsággal, amennyiben ezek a kérdések ezekre a testületekre tartoznak.